Figyelemfelhívó táblák jelzik, hogy munkálatok zajlanak az Ady utcán. Az út szélén egyelőre még nagyobb gödrök vannak, de hamarosan itt új parkolók lesznek. Ez is része a közlekedésfejlesztés célzó beruházásnak, melyre mintegy 900 millió forint pályázati forrást fordít a város. Összesen 226 darab parkolót létesítenek a belvárosban, ebből van, ami már elkészült, például a Kórház utcán, legutóbb a Hajnal közben és a Hajnal utcán dolgoztak a szakemberek. Az Ady utcán 55 parkolót alakítanak ki, a munkálatok idején szakaszosan forgalomkorlátozásra kell számítani a Főtér és a Szabó-Dezső utca között. A beruházás mind a páros, mind a páratlan oldalt érinti. A kivitelező törekszik a gyors és hatékony munkavégzésre, azonban a forgalomkorlátozása elkerülhetetlen, ezért kérik a lakosság türelmét és megértését. A munkálatok miatt szükséges a zöld felület rendezése is. Kizárólag a legszükségesebb fákat vágják ki, amelyek zömmel nem honos, értéktelen vagy magról kelt fák, van köztük olyan, ami már kiszáradt. Minden fát pótolnak.